Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elindult a tanév, több ezer diák kezdte meg az iskolát Tolna megyében. Ajándékot kaptak az elsősök, csak nem 300 kisdiák kezdte meg tanulmányai Szekszárdon. Megyenap, átadták az idei esztendő kitüntető díjait. Autót lopott, majd felgyújtotta. A nyomok eltüntetése volt a cél. Szeptember 1-én az ország oktatási intézményeiben elindult a 2022-2023-as tanév. Tolna megyében is több ezer diák lépte át az iskola küszöbét és kezdte meg tanulmányait. Az első napon évnyitó ünnepségek és osztályfőnöki órák keretein belül köszöntötték a pedagógusok a gyerekeket. Szeptember 1-én minden iskolás számára becsengettek, hivatalosan is kezdetét vette a 2022-23-as tanév. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában idén 74 kisdiák kezdi majd meg tanulmányait, mint első osztályos tanuló. A legtöbb gyerek izgatottan várta már az iskolát. Úgy gondolom, hogy a suliban nagyon jó lesz itt. Azért vártam az iskolát, mert azt mondta az anyukám meg az apukám, hogy itt majd tudok írni, meg lesz telefonom, meg tudok olvasni, majd könyveket, ami nálam a kedvencem. Az első és második évfolyamba járó diákokat egy évnyitó ünnepség keretein belül köszöntötték a pedagógusok, akik még egy ajándékkal is kedveskedtek a megszeppent elsősöknek. A pici elsősöknek ilyenkor nálunk az iskolában hagyomány ez a tűte átadása, tehát az első-másodikosokat most ide várjuk a tornaterembe, ahol egy kis tánccal, ünnepséggel fogadjuk őket, és akkor ezzel megkönnyítve nekik az iskola beiratkozásához, vagy iskola kezdésnek a elejét, és megszépítve ezt. Tamásiban a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium és Általános Iskola közel 500 fős tanulói létszámmal kezdte meg a tanévet. Az iskolába 98 új diák érkezett. Több korosztályt ölelünk fel. Nem is tudott mindenki itt lenni a tanévnyitán, hiszen az óvodásaink egy külön intézményegységben már bőven benne vannak a tanévben. Viszont itt voltak általános iskola alsó tagozatosaink, sőt általános iskola felsőből most már hatodikosaink is vannak. Két év múlva elérjük a 8 osztályt, a gimnáziumban pedig 14 osztállyal kezdjük meg ezt a tanévet. A Würz Ádám általános iskola 30 tanulócsoporta, közülük 4 első osztálya indított el a nevelési évet, ahol tanszercsomagban is részesültek a rászorulók. Évek óta az RSTOP program keretében van az ingyenes tanszerosztás. Füzetcsomagokat, tanulásihoz szükséges segédanyagokat kapnak azok a tanulók, akik 2H-s vagy 3H-s besorolással rendelkeznek. Ez az anyagi helyzetüktől függően az önkormányzat állapítja meg, gyermekvédelmi határozatot adnak ki, és mi az alapján adhatjuk át. A diákok láthatóan boldogan indultak neki a tanévnek, amit nyári élménybeszámolóval indítottak. Arra vártam, hogy a gyerekekkel, barátokkal találkozhassak. A nyári szünetem jó volt, mivel országos horgászversenyen voltam. Az első osztályos gyerekek izgatottan és reménnyel telve indultak neki az évnek, idősebb társaik pedig már rutinosan kezdték meg a 10 hónapig tartó iskolai időszakot. Kezdetét vette csütörtökön az újabb iskolai tanév, ezért forgalomnövekedésre kell számítani szerte az országban, hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Azt írták, hogy nem csak az iskolák környezetében, hanem várhatóan valamennyi nagyobb városba településre vezető úton megnövekszik majd a forgalom a nyári időszakhoz képest, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban. A Magyar Közút ezért arra figyelmeztetett mindenkit, hogy időben induljon útnak és a balesetek elkerülése érdekében még figyelmesebben vezessen. Az utazás előtt pedig érdemes az aktuális forgalmi helyzetről tájékozódni, tették hozzá. Kiemelték, hogy az utakon ismét több gyerek lesz majd, ezért a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel kell közlekedni az oktatási intézmények környékén. A közútkezelő arra is kérte az autósokat, hogy a hamarosan beköszöntő őszi időjárás miatt megfelelően felkészített, kivilágított járművekkel az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek.
A tehetség olyan erőforrás, olyan kincs, amelyre bátran támaszkodhatunk, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára csütörtökön. Bereda Attila jelezte, a tehetséggondozás területén 2009 és 2022 között már 19 ezer projekt nyert el több mint 33 milliárd forint értékű támogatást, és idén minden eddiginél magasabb 4,4 milliárd forintos forrást biztosít a kormány a tehetséges fiatalok felfedezésére támogatására. Az idei évben is megajándékozták azt a közel 300 első osztályos diákot, akik megkezdték tanulmányaikat Szekszárd általános iskoláiban. A csomagokat Gyurkovics János alpolgármester osztotta ki. Ő elmondta, bíznak abban, hogy az idei tanévben már nem szól közbe a koronavírus járvány. Ilyen van benne, egy ilyen cicás, és kaptam hozzá külön piecet, meg kaptam hozzá egy toltartót, ilyet, zsírkrétákkal. A tanévkezdésre kapott csomagját mutatja Panna, aki idén kezdte meg tanulmányait a Baka István általános iskolában. Szekszárdon már hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat ajándékkal köszönti az első osztályos gyerekeket. A megyei jogú városban közel 300 kisdiák ült először iskolapadba. A csomag egy uzonnás táskából áll, egy kötényből és egy toltartóból, Szekszárd logóval ellátva, amivel azt szeretnénk, hogy jobban kötődnének a városhoz a kisdiákok. Ez egy csapa, dehogy mi ez szerintetek? Ez egy toltartó. Képzeljétek el a toltartót, és nézzétek a toltartónak a hátulját, azon is mi van. Ez is mit lehet szerintetek? Színező. Gyurkovics János elmondta, hogy mindig igyekeznek a gyerekek számára hasznos, készségfejlesztő csomagokat összeállítani. Úgy láttam, hogy örömmel fogadtak bennünket, hát gyakorlatilag jó érzéssel hoztuk, és azt tapasztaltuk a diákok és a pedagógusok részéről, hogy ezt viszonozták nekünk. Az alpolgármester hozzátette, abban bíznak, hogy az idei tanévben már nem szól közbe a koronavírus járvány, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok az iskola falain belül tudnak megfelelő minőségű oktatásban részesülni. A világszintű kihívások ma mind azt igazolják, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jelentősége óriási, ezért jó döntés az agráriumot választani életpályának, mondta az agrárminiszter csütörtökön. Nagy István szerint gondterhelt időszakban kezdődik a 2022-2023-as tanév, de a magyar agrárium minden nehézséget képes megoldani. Úgy vélte, összefogásra most különösen nagy szükség van, hiszen a mezőgazdaságot hatványozottan érinti az éghajlatváltozás, a munkaerő hiány, az energia és nyersanyag drágulás. A kihívások sosem fogynak el, a mostaniak mellett bizonyára lesznek újabbak is, ezért az agrárképzést választó diákoknak mind az iskolában, mind az életben lesz bőven tanulnivalójuk, mondta a miniszter. 323 esztendeje annak, hogy Tolna vármegye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Az 1699. szeptember 1-én sor került eseményre emlékezve rendezte meg a Tolna megyei önkormányzata megyenapot, ahol többek között átadták az idei év elismerő kitüntetéseit is. Egy ünnep kizárólag a saját kultúránk és múltunk magvából sarjadhat ki. Csak így születhet, ha az ősök értékrendje, élete és munkássága előtt tisztelünk. Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az idei Kölesden megszervezett megyenapot. Arról is szólt az ünnep kapcsán, a megye egésze is benne a helyi közösségek fejlődését hozták a mögöttünk álló esztendők. A területfejlesztési koncepciók és a fejlesztések közelebb hozták egymáshoz a településeket és a megyei vezetés elképzeléseit. A megyei közgyűlés elnöke reményét fejezte ki a tekintetben, hogy a közigazgatásnak ez a szintje visszakap majd olyan feladatokat, melyeket korábban is ellátott. Megpróbálunk mi is, és ahogyan figyelem a megyei vezetők, a megyei elnöktársaim, szintén próbálnak lobbizni annak érdekében, hogy a megye visszanyerje a nagy múltjához képest és annak tiszteletére a funkcióit. Ha ez sikerül, akkor ismét bizonyíthatjuk, hogy tudunk mindent.
Az ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, aki arról is beszélt, a megyerendszer kihívásai nem változtak az idők során, és ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatoknak sem változott meg célkitűzései. A megyének a kihívásai hasonlóak, mint az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban. És a megyei önkormányzatnak is elsősorban az a feladata, hogy az itt élő emberek, az itt meglévő önkormányzatoknak a tevékenységét koordinálja, és sokszor betöltse azt az űrt, amit esetlegesen állami hivatalok vagy a közigazgatás más szervei nem tudnak ellátni, és figyeljen oda olyan értékekre, olyan értékes emberekre, közösségekre, amelyekre esetlegesen a rohanó világban mi nem tudunk odafigyelni. Az idei esztendőben, mint mindig, ezen a napon adják át a megyei kitüntető címeket. A legrangosabbat, a Tolna megyéért díjat a katasztrófavédelmi igazgatóság vehette át. Az alapfeladatok ellátása mellett, amit a Tolna megyei lakosság, az itt élő közösségek észlelhetnek, és tudják azt, hogy igen, a tűzoltók mit csinálnak, emellett számos tevékenységgel bővültünk. Nap mint nap meg kell újulnunk, új feladatokra jönnek, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és itt természetesen a beruházásokhoz kapcsolódóan, amelyek megjelennek Tolna megyében, nekünk a létesítési eljárásokban közre kell működni, meg kell ismernünk az új műszaki technikai ismereteket, és még egy nagyon fontos feladatunk van, hogy a társadalmi bázisát a tűzoltóságnak, a katasztrófák elleni védelemnek növeljük. A megyenap alkalmával a közgyűlés jutalmazta továbbá az év során a társadalom különböző rétegeiben a térségért kiemelkedően vagy hosszú időn át magas színvonalon dolgozókat. Újabb 6 embernél igazolta a majomhimlő fertőzést a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Velük együtt már 70 ember esetében mutatták ki a betegséget Magyarországon, közölte az NNK csütörtökön. Azt írták, a múlt héten igazolt fertőzöttek 29 és 43 év közötti férfiak. Általános állapotuk megfelelő, kórházi kezelésre egyikük sem szorul. A betegség általános tünetekkel, lázzal, hidegrázással, izom- és hátfájdalommal, fejfájással, fáradtsággal, illetve a nyirok csomók duzzanatával kezdődik, majd 1-3 nappal a bevezető tünetek után bőrkiütések jelennek meg. A kiütések sok esetben először az arcon, majd a tenyéren és a talpon fordulnak elő, de megjelenhetnek a szálnyálkahártyán, a nemi szerveken és a végbél környékén is. A határvadászok nagyon fontos missziót vállaltak, mert a biztonság és a rend minden szabadság és fejlődés alapja, ezt fogják szolgálni határaink megvédésével, hangoztatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, a déli határ védelmére hosszú távon kell berendezkedni, hiszen Nyugat-Európa folyamatosan ösztönzi a migrációt. Hónapról hónapra újabb kötelező kvótajavaslatokkal állnak elő, és Magyarország folyamatos eljárások alatt áll, mert megvédi a déli határát, fogalmazott. Az államtitkár kiemelte, 2 évvel ezelőtt naponta 120-an akartak illegálisan átjönni a magyar határon, tavaly nagyjából 340-en, idén pedig már mintegy 640-en próbálkoznak nap mint nap. A számok is mutatják, hogy egyre nagyobb feladat a határvédelme, ezért indult el a határvadászképzés. Autót lopott, majd felgyújtotta azt, hogy eltüntesse a nyomokat. Később kiderült, hogy a 48 éves aparhanti férfi nem csak a gépkocsit, de közel 60 liter gázolajat is eltulajdonított egy bonyhád varasdi telephelyről. A férfi elszámoltatását követően beismertetettét. Lakossági bejelentés érkezett néhány napja a rendőrségre, miszerint Bonyhádvarasd környékén egy földes úton valami nagy lángokkal ég. Az egyenruhások a helyszínre siettek, ahol kiderült, hogy egy kis teherautó lángolt. A jármű nyilvántartó szerinti tulajdonosa egy bonyhádi cégvezető elmondta, hogy a járműnek a bonyhádi telephelyen kellene állni, annak a használatára senkinek nem adott engedélyt. Ezt követően a bonyhádi kollégák szemlét tartottak a telephelyen, megállapították, hogy egy másik járműből ismeretlenek üzemanyagot loptak el. Rövid nyomozást követően egy 48 éves aparhanti férfihoz vezettek a szálak. A házkutatás során előkerült 2 gázolajjal teli kanna, amit a rendőrök lefoglaltak. A férfi később elismertetettét, és elmondta, hogy a nyitott kapun jutott be a telephelyre, majd a furgont a benne hagyott kulccsal indította el. Hazament kannákért aparhantra, majd vissza a bonyhádi telephelyre, ahol egy másik járműből szívott le üzemanyagot, és az így megtöltött kannákat a lakására vitte, és elrejtette.
Később a lebukás veszélyétől tartva egy félreeső helyen felgyújtotta a bűncselekményhez használt autót. Az aparhanti férfinak jármű önkényes elvétele és rongálás büntette, valamint lopás vétségének elkövetése miatt kell felelnie. Regionális híreink következnek. Szoborgyalázás Pécsen. Meg kell védeni közös értékeinket a politikus szerint. Tanszer gyűjtött a Baranyai Vöröskereszt. Az adományt a héten kiosztják a rászoruló családoknak. Segítséget kérnek a segítők. Mozgáskorlátozottakat, halmozottan sérülteket táboroztatnak. Obszén graffitit festettek a Tettyei keresztre Pécsen. A szobor elődjét ledöntötték vandálok évtizedekkel ezelőtt. Most meggyalázták Rétfalvi Sándor művét is, mondja a belváros képviselője. Kővári János szerint meg kell védeni azokat a közös szellemi, kulturális értékeket, amelyek összefogják a társadalmunkat. Közben a keresztről már letakarították a ráfestett ábrát. Ez az a graffiti, ami a Tettyei feszületre került. A szobor rongálás ellen lépett fel posztjában a pécsi képviselő kedden. Az előző szoborral már történt hasonló ezen a helyszínen, mondja Kővári János. Úgy épült újjá gyakorlatilag 50 évnél kicsit régebben, Rétfalvi Sándor művész úr alkotásával, hogy az előtte lévőt azt ledöntötték buliból, hecből, rongálási szándékból, ezt ma már nem tudjuk. Minden esetre már csak ezért is van jelentősége annak, hogy újra előfordulhat az, hogy ilyen mértékű rongálás és ráadásul obszén rajzoknak a készítése fordulhat elő. Ezért is írtam a bejegyzésembe, hogy kísért a múlt. Szerinte nem lehet ezt az esetet egyszerű vandáltettként értékelni. Valami oknál fogva a mi kormányzásunk idején nem voltak ilyen csínyek. Tehát nyilván fejétől bűzlik a hal, hogyha azt látják, hogy valamilyen jelképek vagy értékrend egy adott vezetésnek, egy városvezetésnek semmit nem jelent, ezzel szemben ugye más társadalmi csoportoknak a fölvonulása például fontos számukra, akkor nyilván a közizlés is megy ilyen irányba. Én azt gondolom, hogy a városvezetőjének, a mindenkori vezetőjének, függetlenül a jobboldaliak, azokat az értékeket, amik alapvető európai értékek, ezeket mindenképpen védeni kell. Ezt kell a társadalom felé is közvetíteniük, mondja a városi képviselő. Bár a helyszínen tábla figyelmeztet, hogy kamerával megfigyelt terület, a politikus szerint mégsem készült felvétel az esetről. Szerdán egyébként eltüntették az obszén graffitit a keresztről a városüzemeltetés dolgozói. Hagyományaihoz híven idén tanszergyűjtést rendezett a Baranya-megyei Vöröskereszt. Pécsi bevásárlóközpontban, Szigetváron és Komlón is adtak a jótékony emberek, hogy az iskolaév kezdése minél kevesebb gondot okozzon a rászoruló családoknak. Az akciót az országos szervezet is támogatta iskolás csomagokkal. Ezek a füzetek, könyvek, írószerek, egyéb beiskolázáshoz szükséges felszerelések mind gazdáikat várják. Mivel hamarosan kezdődik az iskola és a hátrányos helyzetű családoknak sokba kerül gyerekeik beiskolázása, ezért 6. éve szervez tanszergyűjtést a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete. Az elmúlt 6 évben folyamatosan tanszergyűjtő adományt hirdetünk a nagyáruházakba, az ottani vásárlók teszik a kosaraikba, aztán majd a mi kosarunkba, azokat a füzeteket, tollakat, ceruzákat, tolltartókat, amiket a rászorulók részére szeretnének továbbítani. Mi ezeket ugye itt bent a Vöröskereszt központban összerendezzük, attól függ, hogy elsős, másodikos, harmadikos vagy hányadik osztályos a rászoruló család gyermeke. A Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete a pécsi területi szociális központtól kapja a rendszeresen gyermekvédelmi ellátásba részesülők névsorát. Ezt figyelembe véve több mint fél évtizede rendkívül adománygyűjtést szerveztek. Azonban most a gyűjtés eredménye másképpen alakult a korábbi évekhez képest. Az idejében ugye már érezzük azt, hogy sajnos nem olyan volt az adakozó kedv, kevesebb jött be, mint amennyi a tavalyi évben. Így mi is sajnos kevesebbet fogunk tudni adni, kevesebbnek fogunk tudni adni. Úgyhogy az országos igazgatóság felé ezt jeleztük, úgyhogy őtőlük kaptunk egy 100 gyermek részére füzet nélkül
nélküli egységes csomagot. Ezekben többek között körző, vonalzó, ceruza, vízfesték, zsírkréta, filctol található. A szociális irodák által küldött listák alapján pedig maguk is próbálnak még egységcsomagokat összeállítani. A jótékony gyűjtést önkéntesek és munkatársaik segítségével végezte a megyei Vöröskereszt. Az önkéntesek később a szortírozásban, csomagolásban is részt vettek. A csomagok kiosztása a héten történik. Reményeik szerint 80-100 családgyermekének tudnak majd ezzel segíteni az iskolakezdésben. Segítséget kér az az alapítvány, amelyik mozgáskorlátozott és halmozottan sérült fiataloknak, idősebbeknek szervez nyári táborokat. Egy szezonban 120 embernek tudnak így élmény szerezni. Önkéntesekkel dolgoznak a táborban, azonban most anyagi segítségre lenne szükségük a jövő évi táborosztatáshoz. A felhívásukhoz Pécsről is csatlakoztak. Ez a teljes életalapítvány videója. Söréden szerveznek táborokat nyaranta több turnusban mozgás és halmozottan sérült embereknek. Ezzel a felvétellel kérnek most segítséget, amihez csatlakozott egy pécsi pedagógus is, aki már évek óta szervez tábort egészséges gyerekeknek. Ha én azt látom, hogy ezek az egészséges, normális háttérrel, szociális háttérrel rendelkező gyerekeknek mit jelent egy tábor? És mondjuk meg, hogy nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek is ez a tábor, akkor mit jelentett azoknak, akiknek sajnos még az életük eléggé periférián mozog, bármennyire is próbáljuk azt elhitetni magunkkal és másokkal, hogy ez nem így van, de igenis így van, és igenis azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra a figyelemre, amit ezek a gyerekek megérdemelnek, és muszáj nekik megkapniuk. Nyaranta 120 ember táboroztatnak Söréden. Most elfogyott a pénz, így jövőre veszélybe került a tábor megszervezése. Októberig várják a felajánlásokat, mondja Villányi László. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Elindult a tanév. Több ezer diák kezdte meg az iskolát Tolna megyében. Ajándékot kaptak az elsősök, csak nem 300 kisdiák kezdte meg tanulmányait Szekszárdon. Megyenap, átadták az idei esztendő kitüntető díjait. Autót lopott, majd felgyújtotta, a nyomok eltüntetése volt a cél. Pénteken hűvös napra kell készülni, nyugaton 20 fok fölötti, keleten több fokkal, 20 fok alatti maximum értékekkel. Borongós, erősen felhős idő lesz, sokfelé lehet eső. Éjszaka egészen a keleti, észak-keleti határvidékre húzódik vissza a ritkuló, gyengülő eső. Másút feloszló felhőzet, csillagfényes égbolt, de párássága valószínűbb. Hajnalra kötfoltok is képződhetnek, meglehetősen hűvös lesz, néhol 10 fok alá hűl a levegő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!